Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Future of Debrecen TV adását látják. A mai műsorban a körforgásos gazdaság lesz a központi téma. Ennek lényege az, hogy az elhasználódott terméket, ahelyett, hogy kidobnánk, újrahasznosítjuk. Szükség esetén kicsit feljavítva vagy átalakítva újra feldolgozzuk, és egy ugyanolyan, hasonló vagy teljesen más új terméket állítunk elő belőle. Az újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás többször is megismétlődhet. Ez teszi körforgásossá a folyamatot. Most nézzük meg, hogyan működik ez a hétköznapokban. Javítsd meg, használd újra, hasznosítsd újra. Ezek a körforgásos gazdaság alapjai. De hogy hogyan is néz ki ez egy család életében? Gyertek, megmutatjuk! Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mutatni, végig kísértük egy debreceni családnapját. Marina pedig elmondja, hogyan zajlik hétköznapi életük. Anyaként fontosnak tartom a példamutatást. Számomra nagyon fontos, hogy hogyan neveljük a gyerekeket, szelektíven gyűjtünk, környezettudatosan élünk, ha elromlik valami, akkor azt megjavítjuk, palántázunk és magról ültettük a veteményt. Természetjárók vagyunk, és sokat szeretünk kirándulni, nagyon jókat alszunk, és ez annyira fontos egy család magjának az életéhez. Ez nagyon-nagyon fontos, szerintem. Mutasd meg akkor, hogyan is éltek. A frissítő limonádéhoz a saját kis kertünkből szedjük a mentát, illetve saját bodzaszörpöt szoktunk készíteni. Minden nap a zöldségeket, gyümölcsöket, amit vágunk, itt szoktam gyűjteni ebbe a kis edénybe. Panni, ezt kivinnéd létszi a komposztba? Természetesen, anya. A tojások héját a kávézatszal elkeverve kivisszük a palánták tövéhez. Anya, ezt miért rakjuk oda? Tápanyag utánpótlás a növénynek. Ti készítettétek ezt a magas ágyást? Igen, hogy a gyerekeinknek meg tudjuk mutatni, hogyan tudnak élelmiszert termelni. Egy érdekesség, hogy a borsó onnantól kezdve fogyasztható, hogy kidugta az első levelét a földből. Tudtátok, hogy a szódának a palackiát újra töltik, így nem termelünk vele hulladékot? Amikor viszont hulladékot termelünk, azt szelektíven gyűjtjük. Azt már egyre többen tudják, hogy az elhasznált sütőolajat nem a lefolyóba öntjük, hanem az erre kijelölt helyre leadjuk. A gyerekekkel egy közös program szokott lenni, amikor kiválogatjuk a ruhákat, ami még újrahasznosítható. És mi lesz a sorsuk? Olyan helyre juttatjuk, akiknek még szükségük lehet rá. Most már láttuk, milyen egyszerű becsempészni a körforgásos gazdaságot családunkba. Reméljük, ezzel ti is kedvet kaptok. A körforgásos gazdaság egyik alappillére az újrahasznosítás, ez viszont nem feltétlenül a szelektív hulladékgyűjtés jelenti, hiszen például újságpapírból is sok hasznos holmi készülhet. Nézzük meg, hogyan.
Most egy olyan községbe látogatunk el, ami már Krisztus előtt 2500 évvel is lakott volt, a török kétszer elpusztította, de újjáépült, most pedig virágzik, például az újrahasznosításban. De a település nem csak emiatt érdekes, hanem a papírfonás miatt is, amiben ma Ivett lesz a segítségünkre. Hogyan kapcsolódik Nagy Rábéhoz a papírfonás? Nagy Rábén a papírfonás közel 9 éve működik, közmunkaprogram keretein belül. Kezdetben néhány emberrel indítottuk el a programot, leginkább olyanokkal, akiknek a nehéz fizikai munka gondot okozott egészségi állapotuk miatt. Elsősorban a saját vendégeinknek, tehát a településre érkező vendégeknek fontunk ajándékkosarakat, illetve bortartót, aztán erre felfigyelt több más település, és így elkezdtek rendelni tőlünk, és szép lassan akkora sikere lett ezeknek a termékeknek, hogy egyre több embert kellett bevonnunk a fonásba. Az elmúlt 9 évben milyen utat járt be a fonó? Jelenleg közel 30 ember dolgozik a papírfonóban, most már külön műhelyünk van, egy külön épületben dolgozunk, különböző munkafolyamatokban. Közel 10 000 terméket gyártunk le egy év alatt. Azt gondolom, hogy méltón képviseljük a települést és öregbítjük Nagy Rábénak a hírnevét. Azt gondolom, hogy azok a visszajelzések is jól mutatják, hogy jó úton haladunk. Azon túl, hogy értéket teremtünk és öregbítjük a településnek a hírnevét, teszünk a környezetünkért is, mivel ezeket az újságpapírokat 100%-ban újra hasznosítjuk. Nagy munkával jár a papírfonás? Legegyszerűbb, ha megmutatom nektek. Ez az egésznek az alapja, tehát az újságpapír, ebből készülnek a termékek, ezeket az újságpapírokat felcsíkozzuk, a szálcsavarók pedig ezekből az újságpapírokból ilyen szálakat sodornak tulajdonképpen, és ezek kerülnek megfonásra. De hogy hogyan is készülnek ezek a szálak, gyertek, megmutatom. Itt készülnek a szálak, tehát miután csíkokra van vágva az újságpapír, utána egy külső segítségével ez felcsavarásra kerül. Egy ember egy nap körülbelül 800 szálat csavar meg. Itt kerülnek megfestésre a szálak, különböző festéket használunk, porfestéket is, ami környezetbarát. Az, hogy milyen színűre festjük a szálakat, az az aktuális évszak, illetve ünnep határozza meg, valamint a megrendelőnek az ízlésvilága. A szálak, akkor itt ugye összegyűjtjük őket, innen kerülnek be a fonó műhelybe, ugye attól függően, hogy milyen termék fog elkészülni. És akkor megérkeztünk a fonóműhelybe, itt készülnek az alkotások tulajdonképpen. 100 féle termékkel dolgozunk, ezek használati ajándéktárgyak, dísztárgyak, összesen 11 fonunk van, akik ugye a termékeket elkészítik, különböző termékek különböző munkaóra alatt készülnek el, van, ami 2,5 óra alatt, viszont valami 8 óra alatt. Ami itt most készül, ez egy A4-es tároló, igazából fürdőszobába, konyhába, bárhova elhelyezhető, nagyon sok minden belefér. Ez az egyik legnépszerűbb termékünk, amit készítünk. Nagyon sokféle színben, akár szallagdíszítéssel, vagy szallagdíszítés nélkül is készítjük. A fonósoktól, miután átkerül ide az utókezelő műhelybe a termék, ugye kap egy utolsó réteget, hogy vízálló legyen, illetve
tartós. Ezt a vízállóságot úgy kell elképzelni, nem az, hogy megáztatjuk, mert nyilván ezek azért újságpapírból készültek, de minimálisan vízállóak, tehát a párát taszítják fürdőszobába, konyhába, nyugodtan kihelyezhetőek ezek a termékek. Ugye említettem, hogy népszerű termékek a különböző tárolódobozok, de szintén nagyon népszerűek a kerekfedeleseink. Ugye ezeknek levehetőek a teteje. Ezek dekupás technikával készülnek, ugyanúgy, mint a szögletes fedeleseknek, vagy a különböző tárcáknak az alja. És az utolsó simítás, mielőtt megkapjuk a kész terméket, az a szalagozás, illetve a díszítés. Aki szeretne egy ilyen terméket vásárolni, az itt megteheti? Természetesen, most a műhelynek abban a termében vagyunk, ahol bekerülnek a kész termékek, és ezeket meg lehet vásárolni, akár itt személyesen Nagyrábén, vagy meg lehet rendelni a Facebook oldalunkon is. Maradunk a körforgásos gazdaság tematikájánál. Amit eddig nem tudhattunk meg az előző két videóból, azt elmondja nekünk Dúzs László, agrármérnök, természetvédelmi mérnök, a Zöld munkacsoport tagja. Szia, köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Köszöntök én is mindenkit. Na, hát kezdjük is azzal, hogy pontosan mit akar ez a kifejezés, mi is a lényege, mi is a legfőbb célja a körforgásos gazdaságnak. Először tisztázunk el azt a fogalmat, hogy mi is a lineáris gazdaság. Jelenleg, így a mai világban, ahogy az anyagot megtermelik, tehát az alapanyagot kitermelik, ezt követően megtörténik maga a gyártás, majd a fogyasztás, és igazából a hulladék, illetve a szemét kialakulása. Ezzel szemben a körforgásos gazdálkodásnak az magának a lényege, hogy a ma termékei a holnap alapanyagai. Tehát a körforgásos gazdálkodásnak a célja az, hogy a termék, vagy az alapanyagot minél tovább a termékpályán tudja tartani. Mennyire új keletű ez a dolog, mennyire újszerű, hol tart most ez a folyamat jelenleg? Igazából ez egyáltalán nem új keletű. Ha belegondolunk, hogy a természet mit is csinál igazából, akkor megláthatjuk, hogy maga a civilizált ember, tehát a 21. századi ember ennek a ritmusát próbálja igazából felvenni. Gondoljunk csak arra, hogy ősz van, lehullanak a falevelek, és tavaszra igazából ebből már nem látunk igazából semmit. Ezt a körforgás szeretné maga az ipar is igazából magáénak tudni. Ez begyűrűzött gyakorlatilag mindenhová, illetve be fog várhatóan gyűrűzni mindenhová szerencsére. Szóval ez nem egy technológiai újítás, ez sokkal inkább egy szemléletváltás, ami a teljes gyártási folyamatban lejátszódik. És hogyha áttérünk erre a körforgásra, az jelentheti azt, hogy bizonyos dolgokról akár le kell mondanunk, amelyekhez eddig hozzászoktunk, és jelentheti ez esetleg az életszínvonalunknak a minimális csökkenését? Nagyon sok minden fog változni. De alapvetően, ha a lineáris gazdasági modellt folytatjuk, akkor még több minden. Igazából ez a gondolati, hogy is mondjuk, manifestáció, amit igazából mi a mai napig látunk, ez nagyon sokat fog változni. De azt gondolom, hogy mivel a termelők, illetve az emberek látják, vagy a fogyasztók látják ennek a fontosságát, gondoljunk csak a tavalyi nyárra, hogy mi is zajlódott le, hogy ugye nem volt csapadék, pláne itt a keleti ország részben. Ez valamilyen szinten mind-mind összefügg igazából a mi túlfogyasztásunkkal. Ha belegondolunk, 2009-ben augusztus 16-án volt a túllövés napja. Ez azt jelenti, hogy hogy a mi bolygónk, tehát a Föld egy adott év alatt bizonyos mennyiségű alapanyagot tud, igazából nyersanyagot állít elő. A túllövés napja jelzi azt, hogy mi ezt a mennyiségű nyersanyagot mennyi idő alatt használjuk el.
Tehát ez 2009-ben augusztus 16-a volt, 2018-ban július 25-e, 2022-ben pedig július 28-a, tehát folyamatosan változik. Ez jelenti azt, hogy bár néha van egy visszaesés, lásd a Covid időszakot, de folyamatosan csökken az az időszak. Lassan ott tartunk, hogy egy fél év alatt felhasználjuk a bolygó egész év alatt megtermelt szerves anyagkészletét, és igazából ennek köszönhetően látjuk azt, ami most körülöttünk van, hogy folyamatosan, vagy az időjárási externáliák egyre gyakoribbak, hogy egyre kevesebb az eső, egyre rosszabb az eloszlás, és így tovább. Szóval ez ennek a leképeződése valamilyen szinten, de mint mondtam, minden összefügg. Szóval mi csak egy apró porszem vagyunk ebben, de ez a porszem a helyére kerül, nagyon sokat tudunk tenni a környezetünkért. És mi mit tehetünk személy szerint? Az egyes ember mit tehet ennek érdekében? Hát ugye maga a mozgalomnak a lényege, ezt három R betűvel össze lehet foglalni, ugye ez kis angol segítség majd kell hozzá, ez a reuse és a recycle. Tehát hasznosítsd újra, előzd meg, illetve a használd újra fogalmak. Ezt maga a 21. illetve a 2023-as év teljesen újraformálta, mert most már 10 darab R betűről beszélünk, és most már a megelőzés, illetve az anyag visszaforgatása is belekerült ebbe a 10 darab R betűbe, és igazából, ha ezt gorcső alá veszük, akkor megtudjuk, hogy mit is tudunk. De csak egy példát emeljünk csak ki, vegyük csak a reggeli fogmosást, ugye már mindannyian megtudtuk, hogy a vizet el kell zárni, és így tovább. De nem mindegy, hogy mivel mosunk fogat, nem mindegy, hogy miből készül a fogkefénk, és így tovább. Szóval valamilyen szinten be fogja folyásolni a mindennapi tevékenységeinket, de ez nem lesz annyira érezhető. És az egésznek a kulcsa igazából az edukáció. Mert jelenleg már a termékpalettán ott vannak azok a körforgásos gazdálkodási elemek, amikből igazából a tudatos fogyasztó tud válogatni. Azonban még mi magunk kezünkben van a döntés, hogy ezt megtesszük-e, vagy sem, illetve rászánjuk-e azt a esetlegesen többlet ráfordítást, amit sok esetben sajnos rá kell fordítani, de nem minden esetben, vagy nem tesszük meg. Nem csak mi nekünk fogyasztóknak, hanem a cégeknek a szemléletét is ugye meg kell változtatni. Ez hol tart most jelenleg? Mennyire nehéz egy már jól működő cég szemléletét átformálni? Hát itt cégek között is nagyon-nagyon sokféle példát látni, nagyon sokfélék vannak. Hogyha a gyártásból emelünk ki egy példát, a gyártóknak jobb minőséget kell tudniuk előállítani. Illetve azt gondolom, kevesebb gyártó is lesz majd magán a porondon, illetve én is pont egy hónappal ezelőtt sikerült beszerezek egy örök életgaranciás pénztárcát. Egy minimálisan drágább volt, mint a korábbi pénztárcám, ami elnyűtt, és ezért váltottam. De alapvetően a szolgáltatás, illetve a teljes életpályás garanciás termékeknek szerintem sokkal nagyobb slágára lesz, mint az korábban volt. És ez igazából gyakorlatilag mindenütt megfigyelhető. A divatipar, az élelmiszeripar, igazából az építőiparipar, az építőanyaggyártás, mindenben ott vannak a természetes anyagok, illetve azok a termékek, amik a körforgásos gazdálkodásban részt vesznek. Hogyha kevesebbet vásárolunk, akkor előbb-utóbb kevesebbet is kell gyártani bizonyos termékekből. Ez esetleg veszélyeztetheti a munkahelyeket, vagy éppen ellenkezőleg egy olyan gazdasági fellendülést okoz, ami pedig új munkahelyeket teremtett. Ezt te hogy látod? Igazából itt is csak egy példát tudok hozni. Gondoljunk csak arra, hogy belefogunk egy építkezésbe. Nincsen otthon ütvefúrunk, valószínűleg a következő 5-10 évben nem is fogjuk használni ezt az ütvefúrót, amit bizonyos esetekben megvettünk volna korábban. Szóval várhatóan kevesebb ütvefúróra lesz szükség. Viszont a gyártási láncban lesz majd egy hiányérzet. Azonban a túloldalon viszont kialakul egy szolgáltatói rendszer, ami viszont ezt a hiányzó termékpalettát tudja majd szolgáltatni az embereknek. Szóval valamilyen szinten a rendszernek a rugalmassága lesz ennek az ereje, hiszen folyamatosan formálódni fognak a cégek, a szolgáltatók, illetve a gyártók. Melyek azok a legfontosabb lépések, a főbb szempontok, amelyeket szem előtt kell tartanunk, amire figyelnünk kell nekünk egyes embereknek, mit tanácsolsz nekünk? Amikor terméket vagy fogyasztási cikket választunk, akkor szavazunk valami, mellett letesszük a voksunkat. Igazából, amikor bemegyünk egy áruházba, akkor érdemes utána nézni, hogy az adott márkának milyen is a háttere. Ami jellemzően a körforgásos gazdálkodásra jellemző, az az, hogy ha egy elektronikai cikket veszünk példára, akkor ennek a bizonyos elemei vagy könnyen javítható, vagy könnyen cserélhetőek az adott elemek. Szóval itt valamilyen szinten az árral is lehet valamilyen szinten gondolkodni, de
mindenféleképpen több információnak kell a birtokunkban lennie, ahhoz, hogy felelős döntést tudjunk hozni. És itt nem csak a fogyasztási cikkekről van szó, hanem a tartós használati cikkek is ilyenek lesznek majd. És mit tehetünk az ellen, hogy minél kevesebbet szemeteljünk, mert azért ugye elterjedt egyre jobban ez az újrahasznosítás, újrafeldolgozás, azért még mindig nagyon sok szemetet termelünk. Mit tehetünk még? Az, hogy mennyi szemetet termelünk, nagyon jól mutatja az az irányszám, hogy az Európai Unióban jelenleg 2,5 milliárd tonna szemetet termelünk éves szinten. Magyarországon is egyébként egy óriási szám, ez 364 kg per fő per év, az a szemétmennyiség, amit előállítunk. Ennek az összetételen nagyon sokrétű, körülbelül, ugye ezek csak viszonyszámok, ennek egy körülbelül 66 kiló az, ami szerves anyag, tehát ilyen élelmiszer jellegű hulladék, ezt könnyen tudjuk komposztálni. De ha elképzelünk egy szemetes vödröt, vagy egy szemetes kukát, ennek körülbelül a 33%-a lesz az, ami teljes mértékben újrahasznosítható tudna lenni. Szóval alapjában véve, magát, ha ezt a szemetet magunkével tesszük, akkor, és ugye az a 10 darab R-betűt, vagy akár azt a 3 darab R-betűt, hogy a megelőzés, újrahasználat, vagy újrahasznosítás elsajátítjuk, és beleintegráljuk a mindennapi életünkben, akkor alapvetően tudjuk csökkenteni a hulladékunk mennyiségét. De a legeslegfontosabb maga a megelőzés. Szükségünk-e, van-e az adott tárgyra, vagy kell-e nekünk az a plusz csomagolás? Ugye a termék és termék között is óriási különbségek vannak. Én nagyon szeretem a textilipart, bár egyébként környezetvédelmi szempontból az egyik legvitatottabb dolog ugye a fast fashion révén, viszont nagyon sok olyan márka van ma már, lásd a Patagonia, vagy az Ikra. Mind-mind igazából olyan termékeket állítanak elő, akik végigkísérik a teljes termékpályát. Nagyon sok esetben ezek sorszámozott termékek is. Ezeknek még szeretem azt gondolni, hogy ezek még lelkük is van. Na hát bízunk benne, hogy minél több embernek sikerül majd a szemléletét megváltoztatni, és jó úton haladunk mi magyarok ebben az irányban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Nagyon szépen köszönöm én is. Az élelmiszer pazarlás globális és hazai szinten is súlyos probléma. Magyarországon évente közel 2 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik. Egy átlagos hazai háztartásban egy év alatt fejenként 65 kg élelmet dobunk a kukába, ami nagyjából 45 ezer forint veszteséget jelent. Debrecenben azonban működik egy szervezet, amelynek tagjai küldetésüknek érzik, hogy tegyenek az élelmiszer pazarlás ellen. Az élelmiszerpazarlás hatalmas probléma, nem csak a háztartásokban, hanem ipari szinten is. Ezzel ellen már csak azért is kell küzdenünk, mert nem mindenki asztalára jut megfelelő minőségű és mennyiségű étel. A élelmiszermentést 7 évvel ezelőtt kezdtük el civil összefogással, debreceni civil szervezetekkel együttműködve. 5 évvel ezelőtt alakult meg az önálló élelmiszerment egyesület. Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik, ezeknek az egyharmada a háztartásoknál, ami azt jelenti, hogy fejenként 65 kiló élelmiszer dobunk ki a kukába. Ennek a 30% egy olyan 25 kiló, amit elkerülhető, ami abból ered, hogy többet vásárolunk, vagy többet főzünk, mint amit el tudunk fogyasztani. Az élelmiszerfelesleg jelentős része az élelmiszerláncban keletkezik, ami azt jelenti, hogy a termeléstől egészen addig, amíg el nem adják az élelmiszereket, keletkezik felesleg. Egyrészről a kereskedelmi partnereknek kínálunk egy lehetőséget, hogy a náluk keletkező élelmiszerfelesleget azt összegyűjtjük, és juttatjuk el rászorulóknak. Azért tartottuk fontosnak ebben a dologban a szerepvállalás, mert hogy mindig maradnak meg olyan péktermékeink, kenyerek, kiflék, akár leveles termékek,
amik egyébként kukába kerülnének, és így eljuthatnak olyan gyermekekhez, családokhoz, akik akár nem tehetnék meg, hogy megvegyék minden nap, vagy nem tudják minden hétvégén az asztalra juttatni a szülők a gyermekeiknek ezeket az ételeket. Hála Istennek minden nap van lehetőségünk felajánlani, egyedül vasárnapi napon nem, mikor ugye nincsenek nyitva a boltjaink. A másik fontos feladatunk az, hogy a lakosságnál keletkező élelmiszerfelesleget is próbáljuk csökkenteni, ezért elkezdtünk egy edukációs oktatási programot, mely során egyik kolléganőnk járja az általános iskolákat, és az iskolákban rendkívüli osztályfőnöki óra keretében tart a gyerekeknek egy olyan órát, ahol megtanulhatják azokat a helyes technikákat, amivel otthon kevesebb felesleg keletkezik. Miután a gyerekek ezt megtanulták, átadják a szülőknek, és így érhetünk el eredményt. A Magyarországon keletkező élelmiszer felesleg mértékéről annyit, hogy annyi élelmiszer dobunk a kukába, amiből Debrecen teljes lakossága 2,5 éven keresztül jól lakhatna. Önök a Future of Debrecen TV adását látták. Legközelebb júniusban várjuk Önöket újabb érdekességekkel a környezetvédelem világából. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!